Legalább egy ember meghalt és 11 megsebesült egy Jeruzsálem közelében elkövetett terrortámadásban csütörtök reggel. A palesztin merénylők autóval a Holt-tenger és Jeruzsálem közötti főúthoz hajtottak, és ott tüzet nyitottak az ellenőrzőpontnál várakozó autókra. Két elkövetőt a helyszínen agyonlőttek az autósok. A harmadik el tudott menekülni, de a hatóságok később elfogták. Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter a támadás helyszínén bejelentette, hogy folytatja a lakosság felfegyverzésének politikáját, mert a fegyverek szerinte életeket mentenek.